Nem csak Nyíregyháza, az ország egyik legszebb utcai kosárlabda pályáját adták át az Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium udvarán, hangzott el az ünnepségen. A korábbi betonpályára közel 900 négyzetméter gumiszőnyeg került, amihez 4 palánkot állítottak. A beruházás 20 millió forintba került, amit TAO-s forrásból finanszíroztak. Elláttuk vízáró réteggel, olyan ragasztóval, ami megfogta ezt az egész gumibarítást, a gumibarítással is, két új palánkkal, plusz a régi 2 palánkot felújítottuk. Ez az a TAO sportágfejlesztési program, amit a Nyíregyházi Kosárlabda Klub itt megvalósított a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorlóiskola és Gimnázium udvarán. Az iskola nem csak a sportolási lehetőséget tartja fontosnak, az is lényeges, milyen feltételeket és felszerelést tud ehhez biztosítani a diákoknak, közölte az intézmény igazgatója Komáromi István. Itt az Eötvösben jelenleg 1320-an tanulnak, ők bármikor használhatják az új kosárlabda pályát. 48 osztályunk van, ugye itt a kisiskolástól a 6-7 éves diáktól, az első osztályostól a 18 évesig, tehát a 12.-13. évfolyamos diákig vannak diákok, és hát ugye el lehet azt képzelni, hogy amikor szünet van, kijönnek ugye a kicsik, ők elsősorban a játszóudvari része mennek, de ide is természetesen, tehát mozogni akarnak, a tantermi viszonylag a zártság, tehát a tantermi viszonylag zártság után, a órák után ugye kérnek, mozogni akarnak, szaladni akarnak, meg mondjuk akár labdázni, kosarazni akarnak, és ez nagyon nagy élmény számukra. Az átadó ünnepségen az is elhangzott, a közeljövőben akár a B33-as meccsek őszi fordulóján versenyhelyszínnek is alkalmas lesz a felújított kosárlabda pálya.